nagyon fontos az, hogy az ember tudjon ünnepelni. Azt gondolom, vagy nem gondolom, hanem azt tapasztalom, főleg amikor gimnazista gyerekekkel, vagy fiatalokkal beszélgetek, hogy sok család egyáltalán nem ismeri az ünneplésnek a szokásait. Régen voltak ilyenek, és talán most is itt-ott föllelhetők azok a lehetőségek, ahol ilyeneket tanultak. Életvitelt. Felnőttek, fiatal felnőttek, és azt gondolom, hogy ma erre nagy szükség van, hogy tanuljunk ünnepelni. Hogy hogyan kell becsomagolni egy ajándékot és átadni egy ajándékot. Hogyan terítünk meg, vagy egy estének hogyan tervezzük meg az évét, hogy eljussunk valami csúcspontra és valami félig meddig katarzis élményre az estében. Azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb része az maga az ünnep tartalma. Tehát, hogyha valaki megtalálja a tartalmát az ünnepnek, akkor a forma az fog jönni vele együtt. Ott vészel a forma, ahol a tartalom is kiürült. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy tartalmat találjunk. Számomra az evangéliumok kimeríthetetlen forrásnak bizonyulnak. Ebben az esztendőben, amikor a karácsonyról gondolkodom, akkor a Máté evangéliumában leírt születéstörténet első mondata állított meg, mondjam így, már az első mondata megállított, így kezdi Máté evangélista a születéstörténetet, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt. És úgy belegondolok abba, hogy a Krisztus szó az azt jelenti, hogy messiás, hát azt mondom, hogy a Krisztus születése így történt. Hogy a Krisztus született. Bódás Jánosnak van egy kedves verse, gyermekverse. Jézus, te is születtél? Milyen gyermek lehettél? Verekedni szerettél? Hát mosdani? Vagy jobb voltál minden földi gyereknél? És megy tovább. Egres, gyakran ettéle, egészséged vesztére, mondja tovább, és eljut oda, hogyha te is gyermekként születtél, akárcsak én, akkor merek veled menni szakadékok peremén. És olyan gyönyörűen gyermeknyelven, de mégis nagyon tartalmasan írja le Bódás János azt, amit Máté evangélista ebben a mondatban kifejez, hogy Jézus Krisztus születése így történt. Úgy kezdte Jézus is, ahogyan mi, hogy született. És mert úgy kezdte, ezért vele együtt mehetünk ezen az életúton, egészen míg a célhoz vele együtt nem jutunk. És azért nagyszerű őt látni, mert őt célba érkezni is láttuk. Nagy szeretettel figyeljük az előttünk járó nemzedékeket is. És követjük az életük példáját. De őket csak a földi létük határáig tudjuk követni. Jézus az, akit a célba érkezéséig tudunk követni. István, az első vértanú, akinek a neve napját, azt karácsony másodnapján ünnepeljük, az István mondta, hogy látom a megnyílt eget és az ember fiát ott járni, vagy ott ülni az atya jobbján. A célt látja ő. Azért született erre a világra úgy, ahogy mi, hogy mi vele együtt járhassuk ezt az életutat, és vele együtt érkezhessünk célba. És ez nagyon fontos, hogy vele együtt.
kamaszkorunknak az a törekvése, hogy önállóak legyünk. Ez a hitbeli kamaszkor is megvan. Az ember önállósodni szeretne Istentől, vallástól, e féléktől. És ez jó is van így. Na de hát a gyermek sem marad mindig kamasz, hanem felnő, és felnőtt fejjel ismét visszaülünk az édesanyánk mellé, meg az édesapánk mellé. Lehet, hogy már csak a beteg ágyukhoz. De odaülünk ismét, és kérdezünk. És a hitbeli kamaszkoron is így lehet túljutni, és oda lehet ülni Jézus mellé, és azt mondani, de jó, hogy veled mehetek ezen az életúton. Ez adjon tartalmat most is karácsonyunk.